Hát sziasztok, itt vagyunk Siófokon a Mala Gardenben, és éppen Markó Jánossal egy üzleti tanácsadást csinálunk. A Mala Garden ez egy gyönyörű hely különben, itt vagyunk a Balaton parton, meg is mutatom neked. Tehát így néz ki, éppen be van fagyva, január közepe felé vagyunk, és itt szoktam tartani ezeket a megbeszéléseket, és szeretném megkérdezni a Jánostól. Szia János! Sziasztok! Hogy mi az a, tehát mi az, ami a mai napon, hát hogy ne áruljunk el titkokat, csak azért, hogy mi az, ami ilyen nyeresség volt idáig a mai napon, meg egyáltalán, hogy miért jó egy ilyen üzleti tanácsadás, miért jó egy márkaépítés tanácsadás, akár személyesen, akár internetes vonalon. Szóval János, mi az, ami úgy gondolod, hogy a mai napon már megérte? Hát leválasztottuk a márkát mindenről. És most már kezd úgy nagy vonalban kirajzolódni, vagy csak pontosabban inkább lepontosítani. Tudtuk azt, hogy a Markó Körlör az a társadalom melyik szegmensének fog szólni. Uh-huh. Oké, köszönöm szépen. És azt szeretném megkérdezni, hogy mit gondolsz, hogyha versenytársa most ebbe így belehallgathattak volna, ami ideig a mai napon zajlott, az mennyit érne nekik körülbelül pénzbe? Tehát szerinted mennyit adnának érte? Hát ezt nehéz megmondani. Nem megmondani a választ, de jó per milliót, vagy jó per 10 milliót biztosan érne termékenként. ez a megoldás, amit most a mai nap kitaláltunk, illetve megalkottunk. Aha, oké, hát köszönöm szépen. Tehát az a lényeg ennek az egésznek, amit szoktunk ilyenkor csinálni, hogy alkotjuk a jövőt, és olyan piaci szegmenseket dolgozunk ki, olyan részeket a piacból, ahol egyszerűen olyan szinten törünk borsot a versenytársak orra alá, amiért tényleg sokat fizetnének, és ez az a rész, amit ők nem tudhatnak meg. Tehát itt van nálam egy papír, itt az asztalon, csak a hangját lehet hallani. Tehát ezen olyan információk vannak, ami hát én azt mondom, hogy ebben az évben csak körülbelül egy ilyen 100 millió forintot fog kivenni az ő zsebükből. Ez ilyen alsó hangon, de lehet, hogy ez a milliárdot is meg fogja ütni. Tehát valamiféle ilyesmi dolgok történnek a tanácsadások során.